Egész nap hosszú sorok voltak Londonban is, ahol több ezer magyar voksolhatott magyar idő szerint este 9-ig. Ott egy órát kellett várniuk a szavazóknak. Egész nap esett az eső, de ez sem zavarta a várakozókat. A helyszínen van kollégánk Pásztor Gábor. Gábor, most mi a helyzet, mennyien vannak a szavazásra váró magyarok? Itt Londonban továbbra is rengetegen várják, hogy leadhassák voksukat. A reggel 6 órai nyitás után egyből hosszú tömött sorok alakultak ki, a Westminster Cathedral Hall előtti teret ellepte a magyar tömeg. A legtöbben Londonból is környékéről jöttek, de találkoztunk olyan emberrel is, aki órákat utazott, hogy leadhassa a voksát. Még azt sem szegte az emberek kedvét, hogy ömlött egész nap az eső. Jó kedvükhöz egyébként az is hozzájárult, hogy a szervezők láthatóan felkészültek a rohamra. Sok mindent megtettek azért, hogy az emberek viszonylag gyorsan szavazhassanak, hogy gyorsan haladjon a sor, extra szavazófülkékkel, extra kisegítő személyzettel és kordonokkal segítették a tömeg haladását. Tehát, hogy az emberek bejöttek, gyorsan haladt a sor, ezt mi is a saját szemünkkel láthattuk, elég gyorsan el lehetett jutni a bejárattól a szavazófülkékig, majd az urnákig, ahova be tudták dobni a szavazatukat. Ezt konkrétan meg is mutatjuk. Először Farkas Balázs operatőr kollégám. Most pedig jó magam. Az, hogy kire szavaztunk, természetesen nem mondjuk el, mivel híradósok vagyunk. Mint mindenki más, mi is izgatottan várjuk a végeredményeket.